Hey, hölgyek, urak, szervuszok, sziasztok, itt vagyunk, néha játszunk, és folytatjuk a kalandot, melyben kiderült, hogy meg lett ugye a pénzt, át akartuk adni némi infóért cserébe, de annyi derült ki, hogy a rossz fickó bizony benne volt, és az egészet ő kavarta meg, az a K betűs, mindjárt mutatjuk, hogy ki, jó, így. Még nem látunk mindenkit. Oké, nem. Na várjál. Itt van. Itt van. Ő volt az, aki ez a katszuragi, aki az egészet kavarta, és az egészben benne volt. Szépen azért, hogy ugye följebb léphessen a listán. És valójában ő gyilkolta meg végül. Azt a 18 embert 25 évvel ezelőtt. És neki dolgozgat. Na, mi nem tudunk ide lépni. Ő is. Igen, hogy eltüntessék a nyomokat, miközben ugye ez a família, ez pedig őket. Hát, rejtegette. Igen, hogy szépen elárulta ez a kacúra, így gyönyörűen. Úgyhogy ügyesen volt itt kavarva, kaki, és a rendőrség valahol benne van. Főleg szegényként kis cukika semmit nem tud erről, de segít és elvegyük a rendőrségre ezennel az HQ-ra, és az a dolgunk, hogy ott megtaláljuk a pincében. De kedves, ez itt 7-10-ért viszel minket, nem dolgozik ingyen, még a rendőröknek se dolgozik ingyen. Úgyhogy itt az alagsorban meg kell találnunk a rejtett és elsüllyesztett akták között azt, amit mi keresünk. Mert hogy azt hiszem nem árult el a csávó, hogy ki volt apáink gyilkosa. Na, úgyhogy keressük is meg ezt az aktát. Nézzük a polcokat. Valahol csak lesz. Igen, ezt tudjuk, 12 körül szépen egy magányos fickó bement, és 6 revolverrel szépen ott mindenkit lelövöldözött. Van kellene 20 emberből, akit ott, abból meg lett lőve.
Jó. Aha, hogy akkor csak 20 éves volt a fickó. Ha már akkor is jó nagy darab volt, akkor most ezek szerint 25 évesen 45. Igen, ez azt mondja, hogy mindent ez a szájcsöme csinált. Kettő. Aha, itt két rendőr nyomozott. Jó. Apa és ez a másik zsaru. Együtt dolgoztak az ügyön. Ő jelentett ki egyébként az előző helyzetből. Miért nem hallottunk erről korábban? Nem veszegett több időt itt. Menjünk. Hát nem tartott sokáig. Oké, egy-két dolgot rendbe kell tenni. Tudjál. Oké, fönni akkor hazamegy. Mi meg menjünk vissza. Oda honnan vagy, jó. Kérdőjelek nincsenek, tehát most nem kaptam elé küldetést. Kell ezekkel még foglalkoznunk és segítgetnünk. Jó. A faszikát gyorsan, mégis pénzt lehet vele szerezni. Fegyvere van. Tárazgatott, miközben ütjük. Hát ha ennyi esze van, tárazgasson. Zsarok vagyunk, az a dolgunk, hogy segítsünk. De lehet, hogy nem fogunk nagyon foglalkozni ezzel, mert ha az információim nem csalnak, akkor azt a történetszálat, ami ehhez kapcsolódik, azt már megcsináltuk. És nagyon... Már annak nem lesz folytatása, igazán csak pénzt lehet ezekkel nyerni. Mint egy csomó dolgot, amit már tudtuk. És plusz egy plusz információt. És ez a másik zsaru, az együtt dolgozott, nyomozott, igen, apánkkal. Sohasem, de igen. Annyi szó volt már dolga veled, de sosem említette, hogy...
ez ott a harmadik fejezet, hogy elmentünk. Hogy elment, ennyi volt. Hát ezt nem fogták hosszúra. Visszaadjuk a tulajdonosának. Aha. Elmegyünk a csávóhoz. Na, ez itt kezd érdekes lenni, hogy összeérjenek a szálak. Oké. Tudom, hogy nem egy táskával fogunk egyébként melléküldetéseket csinálgatni. Hogyha lesz is. De úgy látom, hogy nincs. Ha a gyerekek a harmadik fejezetet nem fogták hosszúra. Na, de rég láttuk. Dojira-san? Anta, Akiyama-san ka? Szóval, Akiyama. Anta, doko ka de? Ismerünk valahol, nem egymás. Kono mae no? Milyen dead guy? Ja, ez állt ott. Szóka. Anta ga Yasuko-san ni kane o kashita otoko datta no ka? Yasuko? Ott a gyilkosság, mert tényleg ez volt ott. Dóste anta Riri-chan no namae o? Oké, akkor megismerte a sztoriát végül, mégiscsak. Nem, nem mondta. Most, hogy nem tartotta be az ígéretét. Az a kacorági, akkor ez a mani az visszakerületet ide. Ja. Biztos vagy benne, hogy ő is azt akarta. Nem fogadhatja el. Mert... Csak ő hozhatja vissza. Kérdezi, nem fog hiányozni a balansz, tehát tudod, hát az mégiscsak egy jó nagy összegre van szó.
hogy ez a célja, hogy befektessék és hogy megváltoztassa az életüket. Oké. Akkor tényleg elment a csajok innavába. Na, kivégzős a jelenpén ott akart lenni. Szóval ő meg beleszeretett. Tényleg szeretnél látni újra. Na. És most szomorú, mert hogy a pénz ott az egyetlen kapcsolat közte. És ha elfogadja a pénzt, akkor valójában megszakítja, megszűnik ez a kapcsolat. Mert az itt a valódi indok, nem ez a blamás, amit előbb mondott. Ezek szerint mind a ketten, igen, mind a ketten ismerik a csávót. Moshi moshi. Na, már ki, hogy persze, meg megbiztoszt a másikat, hogy... hogy keresse meg, tényleg. De ugye mikor a közben a zsaru meg megtalálta, és látszott, hogy ezzel a másik kávetűs csávónak dolgozik, és kinyírja a banda vezért, az egyik családvezfőt. Mert már nem volt rá szükség. Segített meg, segítettünk keresni, megtalálni a főnökét. Ja. Ja igen, mert ő meg emlékezzünk, hogy neki meg van egy tartozása felé. Miért a sipetták megtalálják, ja. De pont egyébként meg náluk rejtőzött, nem? Kötelezett neki a múltból. Aha, nem fér bele az agyába, hogy hogyan lehet, hogy le szövetséget kötött azzal a csávóval. És itt most egyébként eszembe jutott a harmadik résznek a fő rossz fiúja, ugye ez a hideg kiszámítható, csak a dolgokért logikusan közlekedő csávó, akinek hatalmas gonyolt, hogy egyébként senki nem foglalkozott vele, és tényleg úgy gondoltam mindenki, hogy ne. Szóval, hogy nagyon, na, igen. És végül az, mikor azt hitte, hogy a titkár esetleg közeledik hozzá, és közben benyugodt a végén valami olyat, amitől mégsem. Jönnek vissza az emlékek. Igen, csak közben kidocsán meg szépen. Találkozott.
Ugye a tigrisünkkel. Hát mondjuk meg veled beszélgethetne. もしあの新井さんが裏で繋がっていた葛城の命令であのドンパチ事件を作為的に起こしていたとしたら。まあ、葛城は柴田と共謀して登場会を乗っ取ろうとしていた。そこに凛々ちゃんの殺人だ。葛城は共謀していたはずの柴田を裏切り、さらに25年前の事件の真相を知る人間を消そうとした。強引なやり方でな。 どうして今になってそこまでする必要があった。今までも殺そうと思えば殺せたはずだ。なのになぜ今。焦っていた。そう、葛城は焦っていた。ドンパチ事件が起こる前に何とかして25年前のことを知る人間を殺す必要があった。どうしてだ。 指示されていたからか。葛城を裏で操っている人間に。その人間ってのは 25年前の真実が公になってはならない人間。事件をもみ消そうとした警察の連中か。そういうことになる。警察内部に裏切り者がいるってこと。 どうする？三島って男に会ってみる？その価値はあると思うけど。おい、俺が行こう。だが罠を張る。罠？何それ？その三島ってのが本当にあのドンパチ事件の生き残りなんだったら何か知ってる可能性もある。まあ、それはそうだけど。なら三島の存在は 葛城だけじゃなく警察の裏切り者にとっても邪魔なはずだ。なるほどね。わざと警察に三島との接触を報告して裏切り者をあぶり出すってことか。オッケー、そうはレッサーベースなんか危険な賭けになるぞ。そこはずっちゃあずら三島はわりとか、はずちょっとです。聞いてるよ。キーワンアレンドシグネ。俺にとって Látta az adást. Ezáltal
Bekapja a orgot valaki, és akkor onnan is a rendőrségről oda fog majd menni. Viszont itt még van nekünk dolgunk, mielőtt oda menni. Ez is meg volt. Ez a fickó. Ugye? Ő az, aki ott rejtőzködik. Megkapta a fejlővést. De itt nekünk még mielőtt elmennénk. Vannak kérdőjeleink, és azokkal fogunk most foglalkozni, hiszen negyedik fejezet, és minden szereplővel négy fejezetünk van. Úgyhogy, és még a nyomozás nem fejeződött be. Ugye ne felejtsük, hogy egy igen komoly nyomozásban vagyunk benne. Ez itt a bevándorlókkal kapcsolatosan, és a... a kapcsolódó. Szóval, hogy az oda kapcsolódó bevándorlók, hölgyek és az oda kapcsolódó szex bűnözés. Hoppá. Na, fiúk. Miért jön a mögöttem fekete ruhába? És ez a sok fekete ruhás mit akar itt? Embercsempészettel kapcsolatos nyomozásunk. Hoppá. Ding, és ezzel meg így jól oda fogod vágni, ugye a másik? Azaz, hiszen a közelben volt. Na, maradjunk ennyiben. Így. Pisztoly kerül a kezünkbe, úgy gyorsan be lehet fejezni. Mit elfutottak? Akkor irány a sílakba, gyerünk. Egy jó pia mellett mindig jó a beszélgetés. Nem bírnak magukkal ezek a fickók. Nem is zavartatja őket, hogy a környéken zsaruk vannak. Tehát annyit találtuk már, hogy a zsaruk szem előtt történnek a dolgok. Négy, jó? Várjunk téged rövide. Jó.
Nem unja ez a férfi? Na. Akkor állandóan így lefognak bennünket. Nincs is annál idegesítő. Nem biztos, hogy benne. Azt mondja, hogy beletetik, és akkor majd ő. Csak smink kérdése. Na, menjünk vissza az infodílerhez. Micsoda meglepő. Persze, hogy az, hát mi más lenne? Különben magától persze a jósnő, mi? Mi más lehetne egy jósnő, ha nem infodíler? Végülis te is elég is. Ebben a játékban, gyerekek? Hát a városon. Miért érdekes a fúra nem szavar volt? Így, hogy kiajtunk egy hosszabb időt, olyan jó érzés visszatérni mindig ebben a városban, hogy már úgy ismered. Van benne egy olyan érzés, hogy gyerekek, hát tudom, mi van a sarkon. Úgy sarc, mert kávé persze. Szóval, hogy tudod, hol vannak a kajáldák, tudod, hol vannak a boltok. Come on.
Na, fölmehetsz kelni? Sütöttünk a katonával. Ez az, nem tudom, miért kékre emlékeztem, hogy jó helyen jártam. Már meghalt ez a... Ezért... 26 évvel ezelőtt. Akkor viszont... Az még azelőtt volt, hogy ez az egész büntény, amiről most beszélünk... Elkezdődött. Balesetnek volt riportálva, aha. Mondjuk ez most a lányokhoz van köze, ugye, ennek a nyomozásnak. Hiszen ezt a hidat keressük, de hát ha az egész összefügg mindenne. Túl közel került az idegen prostituáltakhoz, igen. Szükségük volt vízumra, és valaki intézett a kormányzatból nekik. $500-500 ilyenért lehetett vásárolni. Az ígéret fölgy ezeknek az országoknak, úgy látom. Hm.
Na, milyen érdekes, pont most telefonál valaki. Aha. Rooftop Garden. Oké, a vulkánó felett, jó, sejtem hol leszünk. Ott futkároztunk nem olyan rég. Hoppá, de csak itt akarok fölmenni. Igen, pont. Pont itt akarok fölmenni. Itt. Itt. Majdnem túlfutottam. Csávó, oké, ez a cugava, ez van a házasságok mögött. Ugye ezzel tudnak bejönni ide, hogy mint hogyha megházasodtak volna egy japán férfival. Nem, nem, ez az túl egyszerű lenne. Kereskedik azokkal, és akkor így megvan a kapcsolat, így könnyen tud az ottani helyi dolgokon terjeszkedni, mert mint hogy onnan hozni a lányokat, infót szerezni. Ja, már megindítanak ezek a fekete ruhások. Játsszuk le a meccset. Csúcsú ugrál, nagyon ugrál, mint egy majom. Melyik dobál ilyen dolgokat? Jó van, ezt el kell intéznünk. Azért mondom, ez nem lesz jó, azzal a dobálodzóval. Ez a roppantgató. Orba roppantó.
karolnunk kellene valahol. Sapon Street, akkor már megyünk is oda. Együnk olyat, amit még nem ettünk. Na, már fölmérjük, hogy merre van az a... Nem elérnék egyébként, az a baj. Totál nem remlik az az utca. Aha. Jó. Igen, arra nem nagyon kellett menni. Most egy kicsit kerülővel megyünk, elmegyünk egy étterembe. Mert hogy olyan helyen legyünk, ahol még nem ettünk. Illetve ahol már ettünk, csak mi nem ettünk, mert minden. Na. Pontosak legyünk, tehát... Mert hogy most nem telítődik a has, hogy hú, mint korábban, hogy volt olyan, hogy akkor nem tudod többet tenni, hanem ha maximum van az életerő, akkor maximum van, akkor leveszik. Megjöttünk. De sokan vagytok. Ebben bunyózni mindig a élvezetes, mert nagy mindent hozzájuk lehet vágni. Nem tudja ős, hogy ki ez. Ja, megmondod, hogy ki ez, akkor nem tartóztatjuk le. Vaj, vagy egy börtöncellel be fogsz megrövelni. Te döntésed. Senki nem beszélünk, persze. Új, katszúra.
Hát ismerős. Persze lehet, hogy csak a hangzásra mindenki olyan kábetűsít. Húzz innen. Akkor megvan. Úgy érted, hogy hősnő. Hát persze. Nem úgy, hogy hős. Hogy érthetnék bármit úgy, hogy hős. Oké, egyelőre akkor itt tovább mentünk. Másik oldal. Mégis itt, de itt nincs semmi. Néha a térképre szerintem előbb kirakja, mint hogy történne valami. Következő állámát. Na, még azon gondolkodtam, hogy állunk egyébként energiaügyileg, jól állunk. Eltűnt a jel. Azt mondja, hogy ha többet akarunk tudni, akkor menjünk el hozzá. Hát menjünk el akkor hozzá. Csak úgy záporoznak az események. Végéből a másikba. Ide a futkározom. Szerencsé, nem olyan nagy az ez a város.
itt mi a probléma? Szerintem itt megakadályozunk megint egy helyi problémát. Stardust az egyelőre totál kimaradt a történtekből. Talán. Korábbi ikonikus helyszín, ugye? Na, kell már föl. Hagyd vágjak egy szemetessel arcon. Milyen gyorsan ideért a pizéből. Bárból. Zenei ilyen cég benne van a dolgokban, mármint ahonnan itten futtatnak, tehát nagyobbak és kisebbek is. Szóval nagy a biznisz, na. És közben mossák a pénzt. Nem mi az ötletünk arra, hogy közelébe férkőzzünk. Egyszerűen, hogy fölhívja, az kész. De erről azt mondja, hogy hát akkor jön egy bérgyilkos, aztán kampó. Mi más tehetnénk ez a helyzet? Akkor menjünk a Rózsaszín utcába. Az amúgy is egy forró környék, már hogyha nőkről van szó. Kiteregettek előlünk. Yeah!
menjünk át a tömegen. Ugye tudják néha zárni az utat? Jó, itt vagyunk akkor. Itt kell sőt ragadnunk, nem? Streeten és nem az oléval. Nem. Nem. Itt. Rossz irányába kanyarul. Így. Csak odaértem. Kevertem a két utcát. De gyorsan futunk. Új! Körbezárult. Az olyan csak ott levegőben üt jobbra balra, de rám visszadolva. Most, hogy elintéztem, most már nagyon kemény. Addig... De rám hagyta. Na, lejelentették, hogy végeztek velünk.
Oké, tart egy előadást majd itt a toronyban. Tökéletes helyzet arra, hogy lebuktassuk. Hogy kiugrottunk az oszlop mögül? Annyi? Most felhívjuk azt a számot, aki megpróbált minket megölni. Mármint, hogy akit, aki megpróbált minket megölni, milyen számot hívott, hát ezt. Bukta van. És most megpróbálok végezni velünk ezzel. Ennyi, bejnye. Vágjuk, akkor itt akár többen is, nem csak egyet le abból a sokból. Azra már arra mini egy pixelnyi sárga csíkra már nem használtunk el hitet, az biztos. Aha. 26 évvel ezelőtt. Megöltél egy detektívet. Elmész. Érts. Nehogy már most kergetni kelljen egy ilyen vénembert. Kergetni kell egy vénembert. Elég jobb bírja a vénembert. Yeah.
Hogy? Óvári, de ne! Csak próbál itt meglépni. Hogy vigyorog. Hoppá, mert csak megpróbálod érteni a nőjét, meg a gyerekét. Aha. Sajnálom, próbálta használni egy gyereket, hogy jöjjön vissza Japánba. És elrejtette a gyereket valahol. Hát, ezért nem tudta felhasználni arra. Annélkül, hogy tudná... Aha. Fölnőtt azóta. Bármit is tudna erről az egészre. Ahogy említett a naplóban egy olyat az apja, hogy kincset rejtegetett, vagy hagyott maga után. Hogy az ő, hogy a valódi apja, mert tényleg az volt, hogy ki az, nem az igazi apja, ahogy a saru, az valójában a kaga. Aha, mármint hogy, jaja. Mert olyan neved azt jelenti, hogy igazság. Aha. Igazi apád és a foster apád, örökbefogadó apád, vagy mostoha apád.
Mindketten végül is nagy szindikátus elemzőtek. Hát akkor ez a nagy rejtés, kérem szépen, kiderült, és az ő nagy melléksztoria is lezárult. És szerintem ez nagyon jó, hogy majdnem mindegyik szereplőnek van egy ilyen melléksztori szála, amivel lehet foglalkozni, és... És szerintem eddig mindenkinél kioldottuk. Úgyhogy jók ezek a mellékszerek, hogy igen, nem ilyen a idiotizmusokba futnak ki, mint félszerelmesek, meg nem tudom, hanem tényleg így mindegyiknek a múltját egy kicsit föltérképezve, megismerve. Hopp, itt is van egy mellékes. Az a nagy kérdés. Hogy még erre felé van a csajszi ebben a pár percben, ami még ma van. Megpróbáljuk-e? Tudod, mint nem, nothingolunk. Hogy az van, hogy ha otthon vagyok, akkor föltöltödök. Mármint, hogyha rejtek helyen. Nem érzem azt a nagy feltöltődés, persze. Most azon gondolkodok, hogy a csaj, megpróbáljunk egy bunyót lefolytatni még. Itt is van még egy kérdőjel, meg kint is van még egy kérdőjel. Hi. Folytassunk le egy bunyót. Hátrányból indulunk, de nem vagyunk föltöltödve. Hogy?
Próbáljuk. Eddig jó. Ezt elhavarkodtuk. Aj is! Ezt is mind a ketten bele. Jó. Aha. Nem jó? Nem jó, nem jó. Oké, ez most egész jók vagyunk. Jó! Egyelőre mi állunk jobban. Elkiabáltuk. Oké. Okay. Nagyon nagy titok, hogy nem szabad hagyni fölösszelni. Sokszor ez beállt. Ezeket az emberkéket nem szabad nagyon hagyni fölkelni. Az a nyolc. Hé! Hey! Meg volt. Oké. Okay. Ezzel közelebb kerülünk az ő krimi megoldásukhoz mindig. Mindig, ha egy meccset lefolytatunk, akkor többet tudunk meg. Azután, amit nyomoznak. A bátyi gyilkosa után, ugye? De már rég elhagyta a nagy követséget. Igen. Valamit találhatott. Már hogy nem jelentkezik. Oké, okay, amint hallunk valamit, elmondjuk neki. Nem jelentkezik a fickó. Ugye ez semmi jót nem szokott jelenteni. Ez még nem jelentkezik itt, mint lehetőség. Viszont mi most ide elmegyünk, és itt most mentünk egyet. Akkor a bunyó megvolt, és valószínűleg előbb-utóbb kapunk egy telefonhívást. Úgyhogy jól van. Na, hát srácok, akkor ideig jutottunk ma. Folytatjuk legközelebb. Korábbi végéjátszások, ne felejtjétek, ugye YouTube-on fönt vannak. Azok, hogy ezeket hogyan éltük meg. Na, azt olvashatjátok a blogon. Na, legyetek jók, szasztok!